megszületett a lényünk. Az enyém jellett. Hát ilyen kicsit oroszlán fejű, gólya, óriás lába, kicsit pocakos. Ehhez hasonló játékokkal szórakoztatták egymást és magukat a gyerekek a Babics Kulturális Központ Valázsecset táborában. A kézműveskedés számos formájának kipróbálására van idő és lehetőség a tábor egy hete alatt. Szerettük volna ebben a táborban, hogyha a gyerekek amellett, hogy szabadidő eltöltésével barátokra találnak, emellett egy kicsit így az alkotói képességeiket is tudjuk fejleszteni, és ezért találtuk ki azt a koncepciót, hogy a napnak az egyik felében rajz és vizuális művészeti foglalkozáson vesznek részt, és a második felében pedig szabadidős programokkal töltjük a napot. Tavaly már terveztünk, vagyis hát meg is valósítottuk a kézműves alkotótáborunkat, és arra tavaly akkora volt az igény, hogy ebben az évben tulajdonképpen két ilyen művészeti tábort is megszerveztünk. Érdekes, mert erre a tábortípusra volt a legnagyobb a jelentkezés. Ezen kívül még egy hasonló kézműves tábor, a Mesterségek Mestereje tábor is nagyon népszerű, és azt veszük észre, hogy a kézműves alkotó kézi munka, tevékenység, amire a gyerekek a leginkább nyitottak, és amikor itt a bemutatkozó körben megkérdeztük a gyerekeket, hogy mi az, amit a szabadidejükben szívesen töltenek, akkor a legnagyobb részt azt mondták, hogy rajzolni szeretnek. A tábor szakmai munkáját Tápai Kovács Anna vezeti. Azt mondja, nagyon fontos, hogy visszaszokjanak a gyerekek a kezük használatára, mert a számítógép mellett ülve mindez háttérbe kerül. Ebben a táborban nem az a cél, hogy én most megtanítsam őket művészi szinten rajzolni, hanem egyáltalán különböző eszközökkel, technikákkal ismerkedjenek meg. Azok a gátak feloldódjanak bennük, amik egyébként sajnos a mai világban kialakultak a gyerekekben, hogy nem szívesen nyúlnak papírhoz, minden számítógépen, laptopon oldanának meg, illetve tévé előtt ülnek. Ezért olyan feladatokat hoztam, amelyek a képességeket, készségeket fejlesztik. Egy csomó olyan feladatot találtam ki, ami meséhez, fantáziavilághoz köti őket. Nagyon sok blokkal rendelkeznek a gyerekek, tehát az első az, hogy olyan kecsináló feladatokat hozzak nekik, hogy egyáltalán nekiálljanak és dolgozzanak. Ez volt a tavalyi tábornak. Most meglepő, hogy egészen picik jöttek el, tehát a 7-11 éves korosztály van itt, és ők nagyon játékosan belekapcsolódtak. Egyetlen egy tanítvány van csak itt, aki jelezte, hogy ő nem tud rajzolni, de rá kell jönni, hogy mindenki tud rajzolni. Úgy gondolom, hogyha az ember megadja a lehetőséget arra, tehát felnyitja a szemét a gyereknek a kreativitásra, és arra, hogy milyen egyszerű eszközökkel lehet színes dolgokat csinálni, akkor a gyerek nyitott lesz rá. A Babicsban idén nem ez az egyetlen tábor, ahova még várják a gyerekeket. Óvodás korú gyerekeknek lesz még egy szuperhős táborunk, ahol szintén egyébként a kézműves foglalkozások is megjelennek a programban, és emellett leginkább az óvodás korú fiúkra helyezzük a hangsúlyt, tehát például katonaság jön interaktív foglalkozással, a tűzoltóságnak a munkájába tekintetnek bele, de természetesen, hogy a lányokat is szeretettel várjuk. Emellett augusztusban még egy varázseset indul. A táborokban még vannak szabad helyek.